Azért mégis elképesztő hír, hogy Gornagy Mária rendkívül sikeres színitanodája 35 éve működik, és ő maga is ugye 35 éve oktat, miközben ő maga is alig... 35 éves vagyok. Igen, tehát hogy ez nem is értem, ez nem tudom kiszámolni, de hát viszont vannak ilyen csodák, hogy valaki már 35 évesen nulla éves korától. Csecsemő koromban kezd. Drága Mária, szia, örülök, hogy itt vagy velünk. Hát nem pörög, tudom. Bocs, pörög a tanoda. Pörög a tanoda. Most volt előadásunk. Mikor nem pörgött, a mindig pörög. Hullám, a Táliába évi 8 előadásunk van, mindjárt jön a nyugalom, akkor 25 előadásunk van a iskolákban, szapörög. Hát, tini tanoda indult be, és hát ami a legnagyobb dolog. Hát na most várjuk, új színezete a tanodának, a kaszkadőrképzés. Ez engem is meglepett. Ez a te ötleted volt? Nem, de én nekem is nem. A Magyar Filmes Kaszkadőr Szövetség nevében Kívés György kaszkadőr szakértő felkért, hogy az egyetlen hiteles iskola, akikkel ők fölvállalják, hogy egy iskolarendszerű, tehát az OKJ-s képzés, de két jó. Éves kaszkadőrképzés. Szuper! És akkor aki oda jelentkezik, természetesen nem kell neki színészmesterséget is tanulnia. Na ide vagy... kitérünk, mondom, hogy a kaszkadőrképzés lovas, motoros, gyalogos, autós, komplex képzés, az elmélet az angol, a vállalkozási ismeretek, filmgyártási alapismeretek, munkavédelem, Kívés Gyuri a főszakértő, hát én a művészeti vezető. Igen. A tanodában, nem színészetet, helyzetgyakorlatokat. Hát most voltak nálam a jenei testvérek, akikkel egy évig foglalkoztam. Az Attila úgy mondta el a Sziráló hormonológot, még mindig, pedig hát ez tavaly volt, hogy megmutattam a gyerekeknek. Jó, hát persze fontos, hiszen ők színészek között, színészekkel helyet dolgoznak. És már szöveges szerepeket kapnak. Igen. Mondja, hogy oroszul kellett beszélnie, nem tudott. Hát tudott, megtanulta az angol színész, nem, föladta. A gyerek tudta, már nekem gyerek, mert egy. Na, kaszkadőrképzés is lesz. Na várj, de nem menjünk annyira. Jó, mondom tovább, bocsánat. A szakmába. Ne, bocsánat, várj, 14 éves kortól lehet jó, jönni. Jó, nagyon örülök. Na, akkor elmondom. Mutasd a kezedet, légy szíves nekem. Ne, nem ezért jött. De jó, de szeretném megnézni a kezedet. Lakomat. Hogy? A lakomat? Nem, hát mondjuk esetleg egy gyűrűt keresek rajta, igen. Ne haragudj. De nem ezért. De jó, nem ezért. Én nem haknézok ezzel. Nem, de én, mint a barátod, azért hadd tudjam meg azt, mert szűk családi körben zajlott az esemény, hogy ez egy gyönyörű dolog, hát osszuk meg a nézőkkel, hogy ez csodálatosan szép dolog. Együtt élsz valakivel 30, hány éve? 37. Aha. 37 éve ugye házasságban. Nem, de... 36 éve vagyunk házas. A drága Gulyás Budával. Igen. De, és akkor most ezt meséld el, hogy ez végülis ez a te kívánságod volt, hogy azért legyen egy templomi esküvés, igaz? Igen, mert én az én nevem Mária Magdolna. Ez egy bibliai név, ugye? Jézus első tanítványa Magdolna volt. Igen. Én vallásos neveltetést kaptam, és én hívő vagyok, én mentem, kellett menni úttörősködni, fölvonulni, de utána mindjárt misére mentem. És én mindig vágytam arra, hogy az Isten színe előtt, szóval, hát ez már 70 éves vagyok, ki tudja mennyi időm van hátra, Buda se sokkal fiatalabb. De eddig ez hogy igen, nem került szóval nem értünk rá, Brandi. Na de legelején miért nem úgy most gyorsan a kaszkadőrképzés előtt szakítottatok rá. Tehát 37 évvel ezelőtt miért nem úgy történt az egész, hogy akkor, ahogy te szeretted volna? Nem jutott eszünkbe. Ez egy ilyen hirtelen döntés volt akkor? Nem, én készültem rá, lassan hálóztam be a Buda. És a Buda, aki egy tündér, egy csodálatos ember, hogy ő ezt most hogy viszonyult ez a mostani ötletedhez? Ő nem szereti az ilyen cirkuszokat. Nem, nagyon nem szereti. Amikor azt mondta, kérdeztek tőlem a lelkész, hogy biztos, hogy a kedves vége ide ér az esküvő, mert ő forgatta végig a strikebacket, és péntek este 8:45-re szaladt, ért oda, ilyen liturgiát megmutatta a lelkész, hogy mit kell csinálni, és amikor azt mondta neki, hogy Jézusom, amikor ön mondta a Budának, azt fogja mondani, hogy esküszöm az élő Isten. Buda fölugrott, Marierről nem volt. Erre azt mondta lelkész, testvérem az Úrban, majd én mondom. Magasan.
Maga csak válaszol. Maga csak válaszol. És akkor... De a Manci barátnőm, Esnagy Manci barátnőm szerint a Buda mondta jól, mert ő fogadom, ígéred, szóval vannak. Igen, van különböző. Én meg minden azt, ami igen. Ja igen, és közben azt kell viszont, fogadom. Igen. De ettől még... Hát a Barna Júli énekelt az Ave Mária. Hát akkor csodálatos. Hát úgy sírtam, mint a zápor eső. És ott volt természetesen első féled is, ott volt a drága szöntjük. Hát a gyerekeim apja, hogy ott van. Nagyon szép. És jó, hát ettől még nem változik nyilván semmi, vagy igen? Vagy esetleg gondoltok most esetleg... Nem, én mondtam a Budának, hogy most már nem tudsz megszabadulni tőle. Mondtam, sejtettem, hogy valami ilyesmire ment ki. Mondom, mert az öreg pasik azok, nem vagyok öreg. Na jó, szóval akkor ezek szerint akkor a tanoda is dübörög, és hát dübörög. Ez a egyébként hány... Ja, várjál! Igen? Ezt el ne felejtsem. Április 1-én bolondok napján, ugyanott a Cappában lesz a buli. Ja, most a 35-35-35-ös. Igen, ahogy mindenki nézi, ugye én nem tudok külön meghívókat küldeni. Hát addig majd jó, hát tudod, van a lehetőség Facebook, stb. Tehát ez valamit azért én szervezked. Én meg a Facebook. Van az iskolának egy titkársága, majd meg elintézik. Na de hány színész osztály működik most egyébként nálatok? Hát három évfolyam. Egy első, egy második, ez hány főt jelent? És úgy megy, tessék? Ez hány főt jelent? Hát 50 valamennyi. Nem mennyiségre törekszünk, hanem minőségre. De az mindig fontos volt, hogy te elég szoros kapcsolatot tartasz azokkal, akik már nagyon-nagyon régen végeztek. Ez még mindig így van? Teljesen. Úgyhogy Milu, a Miller Zoli, az jön is egy kurzusra, saját darabjával, Fehér Adri is. Jó, ez annyira az jó, iskolának ez a legnagyobb művészeti vezetője, nem? A Szurdi Miklós. Igen. Én a fenntartó vagyok, ugye, én adom a manit, és a Bozsó Peti, a Giller Csabi, a Csiszár Imre, a másodikosok színészmesterség tanára. Jó, szóval hát, igen. Nem akármi. Hát egyébként ennél jobb visszajelzés nem kell, vagy értékjelzés, hogy a régi diákok nagyon szívesen visszamennek. Hát mennyien voltunk a bulin? Hát legalább 300-an. Hát drága Mari, akkor mindenféleképpen szakmailag, emberileg a legjobbakat kívánjuk neked, köszönjük, itt voltál, köszönjük, hogy beavattál ebbe a családi titokba, de azt gondolom, ezért megérdemlik a nézők is, hogy egy kicsit azért tudjam. Jó, de Buda mondta, hogy ne csináljuk. Jó, kész, most ennyit beszéltünk róla, és kész. Jó, köszönjük, millió csak. Köszönjük neked. Én is.